Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés utal az ő érzelmeire. És a harmadik kérdés azt jelenti, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Mielőtt mutatnám a kártyák jelentését, megemlíteném az akciós jóslást. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mi blokkolja a kapcsolatotokat, vagy mi blokkolja a szerelmi életedet, ha például egyedül vagy. Ezt megnézem a kártyák alapján, és utána áttérek az asztrológia területére, és elmondom azt, hogy mi blokkolja ezt a témát, sőt azt is, hogy mi a kiút, vagy mikor javul a helyzet. Ez a jóslás asztrológiával együtt 6000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most rátérünk a kártyák jelentésére. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, itt megjelenik a koporsó. Természetesen néha jelenthet halálesetet, egy örökösödési ügyet is. De ez inkább olyan ritka, hiszen ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, amikor ő elgondolkozik olyan régi dolgokon, vagy azt is jelentheti, hogy ő azt tervezi, hogy lezár valamit, egy bizonyos kapcsolatot, vagy tervez változásokat, és mielőtt lenne egy döntés, le kell, hogy zárjon bizonyos dolgokat. A második kérdés pedig az ő érzelmeire utal, hiszen bepillantunk az ő érzelmi világába. És itt láthatóak a gólyák. A gólyák jelentik a változásokat. Ő érzi azt, hogy lesz egy új irány, egy új kezdet, lesznek változások, és tudja azt, hogy mielőtt ez megtörténik, le kell, hogy zárjon bizonyos dolgokat. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a képen, és ez azt jelenti, hogy te fontos vagy számára, hiszen te állsz itt a középpontban. A középső kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható, hogy kialakul kettőtök között egy stabil párkapcsolat. A nap jelenti a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között, és a nap, itt látható, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és az azt jelenti, hogy ő szeretne veled találkozni, látni akar téged, hiszen megvan a vonzalom, itt lesznek változások. Az a fontos, hogy kialakuljon most egy stabil párkapcsolat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!